Mindenkit üdvözlök, Bak Zoltánnak hívnak, újra Kőszegen vagyunk, a Városi Könyvtárban, és ismét felmerül a kérdés, mi a zen? Nagyon sokféleképpen magyarázzák a zent ennek az irányzatnak is, mint nagyon sok irányzatnak, vannak követői és képviselői is, több ezer éves múlttal. Természetesen a zen egy olyan irányzat, amelynél bizonyos részek intellektuál érthetőek, de a jelentős része az csupán tapasztalható. Ezért van a zenben praxis, amit holnap reggel fogunk gyakorolni. De valójában a kérdés az az, hogy hogyan tudjuk mi az életünkbe beépíteni azokat a dolgokat, amelyeket megtanulunk. Az iskolában ugye mindenki járt, és talán még jár is, felnőtt korában is sok ember elmegy még tanulni. A kérdés az az, hogy észreveszünk-e igazán azt, hogy valójában mire lenne szükségünk. Az embernek alapvetően három dologra van szüksége. Elismerésre, elfogadásra és szeretetre. Azért ilyen sorrendben mondtam ezt a hármat, amikor ezt először olvastam valahol, akkor azt hiszem, hogy a szeretet volt elől, ami alapvetően egy olyan dolog, mint a boldogság. Tehát, hogy nagyon sokan hallottak már róla, nagyon sokan beszélnek róla, nagyon sokat írtak róla, de sokkal kevesebb az az ember, aki valójában ezeket a dolgokat már megtapasztalta. És ráadásul az az érdekes, hogy akik ezt megtapasztalták, azok valójában túl sokat erről nem is tudnak mondani. Tehát az, aki beszél róla, az nem tudja. Aki tudja, az nem beszél róla. Ebben a társadalomban, amiben mi élünk, és általában a nyugati társadalmakban, de főleg itt Európában, az elismerés az, ami, hát mondhatni, hiányzik. Nem csak úgy önmagában hiányzik, hanem minden egyes lénynek hiányzik. Sajnos úgy vagyunk vele, hogy amikor valami probléma, vagy valami negatív, akkor azt megjelenítjük, és erről beszélünk. Erről vagyunk hajlandóak beszélni. És ez egyik oldalról nem is probléma, hát hiszen amikor kellemesen, kényelmesen és eredményesen szeretnénk magunkat érezni, akkor felmerül valamilyen helyzet, és hát azt szeretnénk megoldani. Csak hogy ez az érmének az egyik oldala, és olyan, mintha egy olyan érmét fogna mindenki a kezében, aminek csak egy oldala lenne. Csak hogy ez képtelenség, mert hogy minden egyes érmének két oldala van. És az érme másik oldalára nem írunk semmit. De vajon miért nem? Hogyan történhet az meg, hogy eltelnek hosszú évek úgy, barátságokban, családokban, szülő-gyermek kapcsolatokban, hogy a pozitív dolgok nincsenek megemlítve, és nem jelenik meg az elismerés. Pedig, hogyha elkezdjük működtetni ezt az életünkben, tehát, hogyha most ezt mindenki hallja, és hazamegy, először, hogyha megvizsgálja magát, amihez ugye rögtön kapcsolódhat a zen, tehát, hogy mi ez, vagy ki vagyok én, hol vagyok én, mit csinálok én most? Miért csinálom ezt? Miért csinálom ezt 10 éve, 5 éve? Hova fog ez az egész vezetni? Hát, hogy ahhoz képest, hogy tapasztalatom módon így is úgy is mindenki elhagyja ezt a testet, és hogy addig valójában mik történnek velünk, ezt mi hozhatjuk létre. Ehhez viszont szükség van arra, hogy megtapasztaljuk saját magunkat. Saját magunkból egyre többet tapasztalhatunk meg annak érdekében, hogy tisztán lássuk saját magunkat. Hogyha valaki egyre többet érzékel saját magából, az azért roppant hasznos, mert amikor valaki vele szembe áll, és interakcióba kerülnek, akkor érzékelni fogja azt, hogy mi az ő története, és mi a másik ember története. Abban az esetben, hogyha valaki nem ismeri önmagát, tehát az önmegismerés és az önfejlesztés, azért egy roppant hasznos dolog a személyiség számára is, de a környezet számára is. Mert ekkor tisztán érzékeljük, hogy kik vagyunk mi a helyzetünk, mi a küldetésünk, mik azok a részek bennünk, amik olyan felületek, amelyeken még dolgoznunk kell. Ezzel nincsen semmi probléma, hiszen ha valaki emberi testbe született, annak oka van, és feladatok vannak, amelyeket
Hát az, hogy végre kell hajtani, az alapvetően sajnos nem kérdés. Tehát itt a rendszerben olyan erős energiák vannak, hogyha valaki ezeket nem veszi észre, akkor is garantáltan meg fogja tapasztalni azt, hogy ezzel kell foglalkozni. Na most, ha ezeket nem veszi észre, akkor történik egy értelmetlennek mondható szenvedés, amit a nagymester, Szungszám mester úgy apostrofált, hogy more suffering necessary. Tehát még több szenvedés szükséges. Persze, abban az esetben, hogyha leülünk a tükör elé, és feltesszük magunknak a kérdést, hogy ki vagyok én, mi vagyok én, ami már egy kicsit közelebb van a valósághoz, és szépen, lassan, nyugodtan végigvizsgáljuk azt, hogy ebben az egész forgatagban 21. század elején nagyon sok információ van, és saját magunkról egyre kevesebb információnk van. Miért van ez így? Ezzel nincsen probléma, hiszen különböző érdekek mozognak a világban, mindenkinek megvannak a saját maga érdekei. Nekünk az az érdekünk, hogy magunkat tisztán lássuk. Ezzel felelősséggel tartozunk saját magunknak és a környezetünknek is. Tehát elismerés. Saját magunkat el kell ismernünk. El kell ismernünk azokat a dolgokat, amiket eddig elértünk az életben. Ezek nagy dolgok. Iskolákba jártunk, tanárokon vergődtünk át, mosolyogtunk is, néha, amikor nem kellett volna, akkor is, munkahelyeken vagyunk, gyerekeket nevelünk, nagyszülőket szeretünk, és ez néha minden erőnket meghaladja, de mégis megtesszük. Ezért elismerés jár nekünk, mindenkinek, saját magának. Amikor saját magunkat elismertük, akkor utána érdemes körbenézni, és észrevetjük azt, hogy érző emberi lények vannak körülöttünk, akik nem akarnak nekünk rosszat, csak nekik is hiányzik egy kis elismerés azokért a dolgokért, amelyeket megtettek. Hogyha ezeket végignézzük, akkor ahogy kiengedjük magunkból ezt az energiát, meg fog változni az életünk. Meg fog változni a munkahelyünk, és meg fog változni a család is, amiben élünk. A következő lépés az elfogadás. Ami egyre nehezebb, mint az elismerés, mert hát, hogyha valakit valamennyire ismerünk, vagy egy kicsit részletesebben végtekintünk egy személyiséget, akkor könnyedén találtunk olyan dolgot, amit el lehet ismerni. Az elfogadás az már egy kicsit nehezebb, mivel az elfogadást akkor kell működtetnünk, amikor az első lépés nem működik, vagy valamilyen olyan dolgot tapasztalunk, amit a másik lény valahogy máshogy szeretne. Ez a szabad akaratnak a része, és ezt nekünk érdemes elfogadni. Na most a probléma, amiben belefuthatunk, az nem is igazán az elfogadás, hanem az a része, amit úgy hívunk, hogy beletörődés. Ez az, amit semmilyen körülmények között nem szabad elkezdeni működtetni, mert ez nagyon káros a személyiség fejlődésének a szempontjából, mert ilyenkor magunkat roppant módon leértékeljük, hogy miért vagyunk kénytelenek beletörődni abba, hogy ez így megy, hogy még mindig nem tudom megmozdítani, mert nem nehéz, csak nem tudom megemelni. Ilyenkor eszközöket érdemes keresni. Az egyik ilyen eszköz a zen. Nagyon sokféle terület van, de a zen tisztán mutatja azt, hogy mi az, amit láthatunk a tükörben, hogyha előtte a vágyainkkal, a felháborodásunkkal, a haragunkkal nem mocskoljuk össze a tükröt. És amikor ezeket a dolgokat szépen letöröljük, a tisztánlátás egyértelmű mozdulatával, akkor egyre többet érzékelhetünk saját magunkból, és megláthatjuk, hogy milyen szép a mosolyunk. Tehát az elfogadásnak a működtetése csak abban az esetben érdemes, hogyha tényleg el tudjuk fogadni azt az embert olyannak, amilyen. Ekkor sajnos el kell engednünk azt a részünket, hogy ez általában mindenképpen megtalálható. Én neked tudom, hogy mi a jobb, és akkor majd én megmondom, hogy neked miért jó, és akkor szerintem úgy kéne, csak hogy annak már igazán örülhetünk, amikor az ember saját magából képes kinézni, hogyan nézhet neki a másikból? Hiszen én nem látok szakállas embereket.
De ti mind azt látjátok. Amikor valaki rózsaszín autóval zöld csillagokkal közlekedik, ő nem látja ezt. Ez nem is biztos, hogy baj, de a többiek tapasztalata más, mint a mi tapasztalatunk. Ahogy egyre magasabb szintre jutunk, és ugyanaz a tiszta tükör lesz előttünk, akkor lehetnek olyan pontok, ahol ugyanazt tapasztaljuk meg. De ez a tapasztalat, ez már nem szükségszerűen osztható meg. Ez egy élmény, amit mindenki átélhet. A harmadik terület a szeretet. Hát amiről megmondom őszintén, hogy túl sokat azért nem tudok beszélni, mert bizonyos felületét tapasztaltam. Amikor én meghallottam azt, és megmondom őszintén, ennek még nem néztem utána, hogy az ember valójában nem is lát három dimenziót. Mert hogy a szem, az egyik szem és a másik szem önmagában csak sík felületeket érzékel, és a szem a két szem hatására és a méretekből megtippeli azt, hogy milyen távolságra lehetnek a dolgok. És úgy rakja össze a képet, hogy az agy ezt nagyjából be tudja állítani. De valójában nem látunk három dimenziót. Tehát amit ebből a szeretet nevezetű dologból én megtapasztaltam, úgy érzem, hogy ez eléggé kevés. És bízom benne, hogy ahogy az első kettő dolgot működtetem, és hogyha ti is elkezditek működtetni, akkor egyre közelebb kerülhettek ahhoz, ami valójában az egyik célja a leszületésnek, hogy megtapasztaljuk azt, hogy hogyan lehet embereket szeretni, úgyhogy előtte nem írunk nekik listát, hogy szerintünk hogyan kéne viselkedni, hogy ők szerethetőkké váljanak számunkra. Hanem egyszerűen csak érzékeljük őket, elfogadjuk őket, és aztán utána a szeretet önmagától megjelenik. Ennyit szerettem volna mondani.